Kürtös kalács és incsiklandó ételek illata árasztotta el a teret, melyet számos ízesítésű mojítóval vagy éppen jégkásával kísérhettek le a gyerkőcök és a felnőttek egyaránt. A hintákat kézről kézre adták a bátor jelentkezők, akik néhol az égből kémlelték a tömeget, de voltak, akik sikítozva hátrafele menet integettek egy jó ismerősnek. Többek között ilyen hangulatban telt az idei majál is, melynek a meleg időben nem is választhattak volna jobb helyszínt, mint a Marospart. A legtöbben családjukkal érkeztek a Vósliba szórakozás jegyében. Gyerekkori emlékek kapcsolódnak hozzá, és az mindig öröm, egy gyerekkori program. Csak szétnézünk, kipróbálunk ezt, azt, meg veszünk egy pár kis édességet, cukorkát, aztán meg menjünk hazafel. A szervezők természetesen a színpadi produkciókról sem feledkeztek meg. A délutánt a Makói Mazsorett Egyesület növendékei nyitották meg, majd őket a Maros Tánc Együttes tagjai követtek. Arra gondoltunk, hogy talán nagyon sok gyereket hoznak ezekre a rendezvényekre, konkrétan ugye a május 1-jére is, és talán a gyerekek fölfigyelnek arra, hogy hopp, milyen jó dolog ez, közösségben lenni, együtt táncolni, a mi hagyományainkat egy picit, hogy a szép viseleteket is látják. Tehát arra gondoltunk, színesebbé tesszük, illetve az is volt a célunk, hogy most 3 generációt be tudjunk mutatni, hiszen most a legkisebbek lépnek színpadra, illetve a felnőtt, és a legidősebb a Mötyke, ez a generáció, gyakorlatilag 3 korosztályt képviseli most a hagyományainkat. A zenés műsort megszakítva erős emberversenyt tartottak. Bartalos Tamás már 5. éve szervez hasonló megmérettetéseket az ország több pontján. Az ünnepnapon 7 súlyemelő 3 versenyszámban mutatkozott be. Itt indulnak fekvenyomó versenyzők, erőemelő versenyzők, erős emberversenyzők, súlyemelő versenyzők. Igazából szabad súlyos egyedi versenyszámok lesznek. Az időkorlát miatt most csak 3 versenyszám lesz: röngnyomás, koffercipelés és gumiforgatás. Tartsuk a versenyzőtök, hajrá! Gyerünk, emeljen, csináljon, megcsinálom, erős van! Gyerünk! Ha már eljött, és megtisztelt minket sérülni, de akkor mi már tapsoljunk neki! Gyere, 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 egy megvan! A nap további részében már sztárvendégek szórakoztatták a közönséget. A velük készített interjúinkat holnap esti híradónkban láthatják.